hogy három gólos erőny birtokában 7-4-nél, illetve 8-5-nél. Egy kicsit kiengedtük, próbáltuk a támadásból visszamenni, inkább a védekezésre koncentrálni. Nem a saját játékunkat játszottunk. Ennek következtében megtorpant a csapat, és gyakorlatilag örülhettünk a végén a döntetlennek. Ma az első pillanattól az utolsóig hengerelt a csapat, sem támadásban, sem védekezésben nem vettünk vissza. Ennek lett a következménye, hogy nem is tudom, mennyi lett, 11 góllal nyertünk a végén. Tényleg nagyon szép megoldások voltak, mind egyénileg, mind a csapat egész részéről. Nagyon szép dolgok voltak, különösen támadásban nagyon önzetlenül passzoltunk egymásnak, gondolok itt a Kársás Tomi passzal, amit átadott nekem, és tényleg abszolút bizakodó vagyok. Valamennyit azért javultunk a múltkori meccsen, de szerintem inkább az ellenfél határozatlansága, a korai nagy különbség, meg talán az, hogy tényleg nagy nyomás volt szerintem mai napon a görög csapaton, mert egy vereség után nagyon kockázatos a következő mérkőzés, és lényegesen gyengében játszottak, mint ahogy tudnak. Ez egy csoportmeccs, ez nem szabad túlértékelni, menni kell tovább, és koncentrálni a következő ellenfélre, mert aztán az ember meglepődhet.